Kávézgatunk. Így van, kávézgatunk. Itt ülünk a Mekibe. Így van. Várjál egy kicsit. Beállítom még egy kicsit. Okay. Hopp! Jaj. Így. Várjál. Ez a... Várjál, most te lesz szerepelsz? Várjál. De te is szerepeljél benne. Várjál. Szóval, kezdjük ott, hogy a keretek közt élésről láttam egy videót, és... Vezesd be, ez... mert ez elég távolabb. Igen. És nem tudom, mit akarsz mondani. Jó. Akkor így, magamra irányítom a kamerát. Tehát arról szólt a videó, hogy egy barlang hasonlat, hogy az emberek keretek közt élnek, mert még hogyha kikapcsolják a mozifilmet, a vásztót, hát csak leveszem, akkor is egy keretben maradunk, egy barlangban maradunk, mert nem tudjuk, hogy mi van mögöttünk, nem tudjuk, hogy mi van igazából az életben, csak a saját kereteink közt élünk. És nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok, illetve Niki, konkrétan te erről mit gondolsz, hogy kinek mennyi kerete van, milyen kerete van, illetve ez, hogy lehet ebből a keretekből kiszabadulni? Hát ez igazából ez azért érdekes, mert mi távolabb, hogy beszéltük például az ilyen országon belüli keretekről, vagy most nem tudom, hogy így mennyire menjünk bele a politikába, vagy ilyesmi, de úgy szerintem például én azért sem megyek bele a politikába, mert én azt gondolom, hogy egy rendszer se tökéletes, úgyhogy én ilyen politikai rendszer ellen én nem szoktam tüntetéseken részt venni, vagy ilyesmi, így értve. Én se szeretem a politikát, illetve nem is megyünk most bele, igaz, most beoltottam magam, de nem azért, mert most kötelező, hanem... Mert úgy gondolod. Már most hát egy kicsit beszartam, úgyhogy félek az ilyen betegségektől, ilyesmi, úgyhogy én most... Hát jó, az egyéni dolog, ez végül is igen, nem politika. Ez nem politika, hát ki mit csinál belőle, menjünk tovább. Igazából ugye a másik, amiről beszélgettünk, hogy az is érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik nem változnak, vagy nem hallgatják meg mások véleményét, és az is zavarja őket, ha nem is fejlődnek egész életükben. Ez is egy keretek közt él, és sajnos nagyon sokan vannak. És nem is lehet velük beszélgetni sem, meg semmi közös hangot sem, mert csak a saját dolgaikat tudják. Igen. Szóval... Hát, egy kicsit zajos, de nem vagy. Szóval igen, mindenkinek megvan a saját élete, saját életkerete, úgymond, és... Viszont, bocsi, az meg a másik, hogy ezen is gondolkoztam, hogy például az, hogyha valaki utazik, vagy mit tudom én egyáltalán mondjuk, ha csak mondjuk sok kulturális eseményen vesz részt például, akkor is már bővül a látókör a világról. Most egy kicsit megint átmentem egy másik dolgokba. Vagy inkább arra akartam kiukadni, hogy sokan mondjuk ragaszkodnak a szokásaikhoz, még akkor is, hogyha rossz, nem mernek változtatni. Erre úgy akarom csinálni, igen. Én hallottam olyan esetet, hogy valaki 30 éve ugyanott van, utálja a főnökét, olyan átlagosan keres, de mondjuk lettek volna majd, de abban nem mer belevágni, és csak inkább ami van, szarabban van benne, mert az a megszokott. Igen, nagyon mert sok ilyen van. Félnek kilépni a komfortzónából. Azt gondolják, hogy ez még szarabb. Igen. És szerintem sokakat érinti az, hogy szara fizetés, szara kolléga, szara munkakörnyezet, vagy szara... Azt gondolják, hogy nagyon sokakat érint. Még kevésbé tudnak helytállni, aztán inkább maradnak. Vagy félnek a bizonytalanságtól, hogy lehet, hogy egy ideig munkanélküliek lesznek, és sajnos ez a vírushelyzet ez rá is tesz ezekre a dolgokra. Szóval nem kedvez szerintem a munkahely újbali találása, újbali magadra találása. Ezt mondjuk most ilyen általánosságban értjük, nem így a vírushelyzet után. Hogy tényleg amúgy sok olyan ember van szerintem, aki lát, hogy nem is gondolkozik ezen, hogy fejlődjön. Csak ő olyan, amilyen, aztán ő önmagát gondolja tökéletesnek, illetve ez is egy keretek közé szorítja magát, mert pont a tökéletesség állarcát veszi fel, miközben tudja, hogy nagyon is hülye, már hogy így kimondva. Ez is egy keretek közé szorítás. Hát végül is igen. Nem tudom magával szembenézni. Nagyon sok ilyen van. Igen, szóval sokan vagyunk hülyék, na mindegy. Szóval
azt akartuk... Valaki mondjuk el, vagy érdekli az ezotériót, például abban benne vannak a különböző személyiség szintek. Ugye az alsó szint az, aki csak az ösztöneinek éltet, aki szó szerint olyan, hogy egy állat, és nem lehet vele beszélgetni. Már bocs, hogy így kimondom, de szóval ilyen, meg ez a megverlek, meg ilyen kategória, de tényleg, tehát aki csak a szex, a alvás, evés, ennyi. Tehát aki ilyen ösztön. Igen, ösztön. Szó szerint az állat. Szó szerint, igen. Akkor ugye van a középső szint, például akikről most beszélünk, hogy nem tudtak fejlődni. Tehát úgy olyan középszinten vannak, illetve a felső szint az, aki képes és tud fejlődni, vagy akar. Na most ehhez nem tudok annyira hozzászólni, de a lényeg az, hogy én erről mit gondolok? Én mégis nem annyira hiszek se a horoszkópba, se az ezotériába, de viszont... Azt hiszem, hogy mindenkinek van valami belső énje, belső lelke. Vagy mindenki született valamire. Vagy hát a születés, hát inkább nevelés kérdése, nem? Hogy... Hát de neked mi a sorsfeladatod? Én például ebben a sorsfeladatban nem hiszek, Miki. Miért nem? Nem tudom, hogy miért nem, csak nem hiszek. Egyszerűen kimondom, én azt hiszem, hogy mindenki saját életének a kovácsa, nem feltétlenül... Kit követtem ki? Azt írja, miért követtél ki? Nem tudom. Akkor lehet, hogy én bonyolítom túl a dolgokat, mert én gyerekkoromtól kezdve azt gondoltam, hogy nem tudom, nekem valami sors feladatom van, vagy ilyesmi, de szerintem sokan gondolják ezt, vagy nem tudom, hogy valamit olyat tegyek, amiben nem tudom, emlékezetessé teszem magam, vagy ilyesmi, vagy olyan, valamilyen nagyobb dolgot. Ami által mondjuk tanulságként szolgálok másoknak, bármint pozitív példára gondoltam, nem negatívra. Hát igen, a negatív is egy pozitív az példa. Az biztos, mert így szóval, ne. Az a pozitív példája. Szóval, igen. Mit akartunk még ezzel kapcsolatban mondani, hogy... Mert végül is lehet, hogy aki nagyon hülye... Most neki beszél. Lehet, hogy aki nagyon hülye, azok is születtek valamire, mert lehet, hogy azoknak az lenne a sors feladatok, hogy normálisabbak lennének, csak nem tudnak azok lenni. Hát én, ahogy mondom, nem hiszek ebbe a sors feladatba, de abban hiszek, hogy mindenki megtalálhatja a saját útját, a saját életét, és tud jobb lenni. Csak akarni kell. Mert amúgy tényleg ezen is elgondolkoztam amúgy, hogy... Sokak, ahogy te mondod, hogy nem hisznek az ilyen sors feladatba, és lehet, hogy tényleg csak... Nem emlékszem, hogy kijelöltelek volna, csak reagálok. Áldás meg, nem vagyok Isten, úgyhogy beszéljünk tovább Nikivel. Igen, hogy csak annyi, hogy mondjuk el tudja tartani a családját, vagy jó példát mutasson, és akkor végül is ennyi. Meg mit tudom én, meglegyen minden, mármint így a mindennapok, hogy sokan nem is vágynak sokan. Amivel végül is úgy nincs gond. Tehát végül is tényleg csak az ember úgy segítsen másokon, vagy ilyesmi. Hát nem feltétlenül kell szerintem másokon segíteni, elég, hogyha a szűk társaságán, szűk családján tud az ember segíteni. És megtalálni a saját útját. Olyan saját utat találni, amiben önmaga lehet, ami szeret, ahol kiteljesedhet. Mert ugye nem biztos, hogy... Nem tudom, én régen azt gondoltam, hogy nem tudom, valaki attól maradandó, csak hogy mondjuk valami hollywoodi sztár, vagy ilyesmi, de ez meg azért hülyeség, mert ez nagyon keveseknek adatik meg. Igen, ez így van, tehát hiába akartam kiskoromban énekesnő lenni, vagy táncosnő, vagy ilyesmi. Vagy színésznő. Hát, vagy színésznő. Nem jött össze, és attól még kiteljesedett. Igen, sok igen. És attól igen. Még szolgálhatunk sokaknak pozitív példával. Így van. Mert erre a közösségi média, vagy ilyen dolgok is nagyon jó, hogy ez ki lett találva. Én amúgy én szeretem ezt a TikTok felületet, mert főleg a rövid értelmes videókat, mert az szerintem hasznos tanulni lehet belőle. Most mondjál valamit, nekem már elakadtam. Hát igazából úgy én sem. Elmondtad, jó. Szóval ennyi a lényeg, röviden hogy... Röviden és tömören. Igen, a Mekkiben ülünk, és jelenleg kávézgatunk. Kávézgatunk. Illetve én mertem a megittad. Hát igen, Niki még szorongatja nekem a kávéját. Még itt van. Így van. Én meg már üres kézzel.
Megettünk áfonyás sajtortát. Igen. Meghívtál. Igen, meghívtalak, mindegy. Nem kell reklámozni, másokat nem hívok meg, úgyhogy ennyi. Úgyhogy szia Szidi, meg szia mindenki. Örülök, hogy ti is itt vagytok, és becsöppentetek ebbe a kis beszélgetésbe. Ez mondjuk ilyen felvezetőnek is jó, mert tudtad, hogy a profik úgy csinálják, hogy csinálnak egy ilyen felvezető videót, ahol beszélgetnek, bemelegítik a dolgokat, és utána mélyednek bele egy komolyabb témába. Már a munkaidőnek vége, kérdezte valaki, hogy dolgozok-e, igen, dolgozok. Ma oltáson voltam egyébként, és most megkizek. Kávézok a legjobb, egyik legjobb barátnőmmel, Nikivel. Én nekem is te vagy a legjobb barátnőm. Jó, úgyhogy el vagyunk. De egyébként szoktam dolgozni. Sajnos, mert amúgy felkopna az állam, hogyha nem járnék be dolgozni. Ez is ilyen, hogy mondják, szükséges rossz, mert van olyan munka, igen, amit úgy szívesen csinálnék, de azt még nem sikerült elérnem. Hát nem már jön az ideje. Hát még a 10 év múlva is. Amúgy igen, tehát én is úgy vagyok vele, hogy a 10 év múlva jön el az, hogy találok olyan munkát, ami kedvemre való, akkor annak örülök. Hát most még az nem jött még el, de... Még itt leszünk még egy pár évtizedig. Hát reméljük. Reméljük, hogy nem ez lesz az utolsó videónk, és nem halunk meg ezután 5 perccel, nem dől ránk a beki. Majd 50 év múlva. Igen. Úgyhogy ennyi kávé. Nem is tudok most többet mondani. Tudom, hogy ő a legjobb barátod, nyomon követem az életed, a munkásságod, a platformokat. Köszi. Milyen kedves. Igen, ez nagyon kedves, mert tényleg úgy egy kicsit el is tűntem szerintem, mert több videót gyártanék, de úgy érzem, hogy nincs, tehát amikor nincs annyira mondani való, vagy nem látok olyan hasznos dolgot, amit úgy tovább tudnék adni, vagy vicceset, vagy hasznosat, mert én ennek a híve vagyok. Vagy legyen valami vicces, vagy legyen valami értelmes, de ha egyik se, akkor inkább hagyom a francba. Úgyhogy... Egyébként mutasd a sapkádat, ez... Magyar lapja is. Neked egy pirosban van. Igen, volt egy pirosban is. Úgyhogy... De még megvan. De valahol megvan, de nem hordom. Ja, tudom, Csaba fején, tudod. Ő kapta a másikat. Kitüntetett személyeknek jár. Aha, ő kapta a pirosat? Igen, ő kapta. Én meg a feketét. Igen, már meg is kopott a feliratja amúgy. Igen, biztosan. Várja, így teszem, hogy az a baj, hogy nem tudom úgy tenni, hogy látszódjunk, meg hallódszódjunk. Így, te leszel a központba. Úgyhogy közben nézem, hogy írtatok-e. Ja, szép napot nektek, puszika. Neked is szép napot, meg mindenkinek, aki néz. És hálás szívvel köszönjük, hogy néztek, és reméljük, hogy tudunk majd újat is mutatni, újat mondani, vagy legalábbis szórakoztatót. Igen. Valami mondani valót elgondolkodtak. Én most így ennyit terveztem már, nem is tudok most többet hozzátenni. Hát Niki, akarsz még valamit? Nem, mondani? Majd legközelebb. Akkor nem. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok. Várjál, még te is. Sziasztok!